Elkezdődött az aratás a mezőföld délnyugati sarkában. Itt gazdálkodik 7200 hektáron az Enyingi Agrár ZRT. Őszi búzát, őszi árpát, szemes, siló és vakszi kukoricát, valamint cukorrépát is termesztenek, emellett pedig takarmányt is előállítanak saját szarvasmarha állományuknak. A martonvásári genetikát hosszú ideje használják már. A portfólióban 80%-ban martonvásári búzánk van, a vetőmagban a körülbelül 400 hektár a martonvásári előállításunk, 100 hektár az egyéb magyar, és 70-80 hektár közötti az, ami külföldi, de ezeket nem saját jogon szaporítjuk, hanem a különböző koordinátorok hozzák ide céltermesztésbe. A mezőföldön rendkívül jól beváltak a Marton Genetics vetőmagjai. Ezek igazából idevaló fajták, a stabilabbak ebből a szempontból. Nagyon jó külföldi búzák vannak egyébként, csak az évi áratokra egész másképp reagálnak, mint a martonia. Sziládi József nagyon fontosnak tartja a talaj életjavítását. Éppen ezért több mint 10 éve használják már a Bionat talajbaktériumait. Most pedig már rá is csávázzák a vetőmagra. A mezőgazdaság általánosságban elment nagyon a vas meg a lóerő fele. Tehát igazából ezzel én úgy látom, hogy az új tendencia az, hogy ezzel mindent meg lehet oldani, meg a precízióval, miközben elfeledkezünk arról, hogy a növény, illetve a talajról. Részemről azt mondom, fontosabb tényezője, hiszen ezek a nagyon pici bacillusok azok kiváltanak több száz lóerős gépeknek a munkáját is. Ahhoz, hogy a genetikában rejlő lehetőségek kiteljesedhessenek, szüksége van a vetőmagnak egy kis segítségre. Pontosan ezért kopogtatott be egy innováció ötletével Bálint András, a Bionat ügyvezetője, a Marton Genetics-nél Sándorfi András ajtaján. Egy valami tudtunk, hogy valami innovációt akarunk elérni közösen. Nekünk meg volt hozzá a baktérium törzs is fejlesztéseink. Ugye amíg a fiókban voltak akkor ezek a fejlesztések, de engedélyük volt nekik, és azzal az ötlettel kopogtattam Sándorfi úrra ajtaján, hogy mi lenne, hogyha ezt a terméket rácsáváznánk próbaképpen egy martonvásári vetőmag fajtára. Ezzel kezdtük 4 év az együttműködést. Nem gondoltuk, hogy 4 év volt ide jutunk el egyébként eredményebben, meg egyébként volumenben, hogy jelen pillanatban hogy a martonvásár összes kalászos vetőmagján rajta van a szupari, mint csávázott baktérium készítmény. Most már így a 21. században tapasztaljuk az előző agrotechnológiáknak azoknak a hiányosságait, azokat sajnos így kell mondanom, károkozását, hogy a talaj életek nagyon leromlottak. És nagyon fontos, hogy a mai modern eszközökkel, a mostani tudásunkkal, kifejleszt baktériumtörzsekkel ezt a talaj életet újra erőt adjunk bele, és hát mi sem egyszerűbb ennél, hogy a vetőmagra rávisszük ezeket a talajmikróbákat, amikor a talajba kerülnek, a talajt segítik a baktériumok, a talaj segíti a növénynek a fejlődését, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, és a termelő megtapasztalja azt, hogy nem kell innen is nézni, meg onnan is, hanem a jól ismert martonvásári vetőmagvakat elvetve mindjárt teljesülnek ezek a kihívások. Első voltunk a piacon, akik rácsáváztuk ezt a vetőmagra. Igyekeztünk a szakmai kollégákkal minél közelebb vinni a maghoz, hiszen a baktérium akkor tudja legjobban kifejteni a hatását, ha minél közelebb kerül a vetőmaghoz. Innen jött az ötlet, hogyha rácsávázzuk, annál közelebb nem tudjuk hozni. És hogy ezek a baktériumok egyébként, ahogy nő a növényke, a gyökérzet mentén szaporodnak el. Tehát miután rákerül a vetőmagra, ez ott majd egészen az egész ciklus alatt a növénynek a gyökérzetén. Ez volt az egész kiindulási pont. Különleges készítmény maga ez a szupari, hiszen 3 törzset tartalmaz, minden 3 spórás törzs, tehát spórásodásra képes baktériumokat tartalmaz, ami által ellenállnak minden gyárásik viszontagságoknak. Úgyhogy azt gondoljuk, ez az erőssége. Amúgy alapvetően az alapcél ezzel a termékkel növényvédelmi aspektus volt, mert benne lévő törzsek egy része a káros gombákkal, fusarium scarlatiniával táplálkoznak, ezeket egyszerűen felzabálják, megemésztik. Mellette tápanyag kötő és feltáró hatással bír a másik 2 törzs. Tehát egy globális komplex készítmény lett egyébként így felcsávázva a vetőmagra. Amikor elkezdődött az együttműködés a 2 cég között, még szó sem volt arról, hogy a gazdálkodók plusz támogatást is kaphatnak a talajbaktériumok használatáért az agrárökológiai programban. A támogatás azért nagyon fontos a termelők életében, hiszen tudjuk az elmúlt évek viszontagságait, terményárakat, inputanyagárakat, hogy azért minden forintért szerintem le kell nyúlniuk. Így vannak az ökológiai programmal is, összektől függetlenül, és nyilván pontokat kell gyűjteni, 2 ponttal tudják teljesíteni ezt a támogatást. Ezért a csávázó szerint 1 pontot tudnak kapni, ami azt gondoljuk, hogy jelentős, hiszen mellette lévő másik 1 pontot össze tudja gyűjteni, akár növény diversifikáció, vagy egyéb más aspektusból.